Barta Lajos túlélési stratégiák címmel rendezte kiállítást a Kiceli Múzeumban. A túlélési stratégiák cím tulajdonképpen egy sokrétű utalás. Részben lehet úgy is értelmezni, hogy Bartának már születésétől fogva olyan dolgok voltak az életében, amivel meg kellett küzdeni ahhoz, hogy elfogadják, hogy a társadalom ne vesse ki magából. Részint kisnövésű volt, mindössze 149 cm magas volt. Egészen fiatal korában már tudta magáról, hogy homoszexuális irányultságban férfiakat kedvelte. Ez a monarchiában 1899-ben született, nagyon nehéz volt. A társadalom ezt nem fogadta, és a családja sem, mert neki egész életében ezzel az elfolytással küzdenie kellett. És van még egy harmadik dolog, zsidó származású volt, és a II. Világháború alatt az életért szó szerint küzdenie kellett, hogy túlélhessen. Az 1940-es évektől kezdett el Barta Lajos absztrakt műveket készíteni, és tulajdonképpen a fókuszban ez áll, hogy egy absztrakt művész hogyan tudta a művészi hitelességét megőrizni, így a II. Világháború után, a Rákosi korban, később a Kádár korban, és végül miért dönt az emigráció mellett, és hogyan jut el Németországba, és ott hogyan illeszkedik be egy teljesen más szabad művészeti szénába. Folyamatosan döntési helyzetekbe kényszerült, és ezek többnyire az ő művészi tevékenységét érintették. Egy nagyon jellemző példa, amikor kiírták a felvonulási téren lévő Sztálin emlékműre a pályázatot, és akkor ő önként döntött úgy, hogy benyújt egy pályaművet erre a Sztálin emlékműre. Ez egy olyan döntés volt, amit nyilvánvalóan nehéz volt meghozni, csak felmérte azt, hogy ahhoz, hogy ő munkához és megbízáshoz jusson a Rákosi korban, ahhoz neki konformá kell válnia. És ezután egy úgynevezett ilyen belső emigrációba vonult, tehát hivatalos megbízásokon vett részt, kapott is köztéri megbízásokat is figurális stílusban, de mindemellett saját magának otthon gyönyörű absztrakt rajzokat készített. A kiállítás ezeket a különböző döntési helyzeteket próbálja tematizálni. Egy 1943-as szoborral indul, és az Európai Iskola idején készült művekkel indul. Ez látható itt az első szakaszban, és aztán bent a teremben az érett stílusát mutatjuk meg, amit 48-49-ben talált meg, és ezzel szemben szerepel a szocialista realizmusnak megfeleltethető korszak, az a néhány év, amikor ilyen műveket alkotott, a belső emigrációban készített egy gyönyörű rajzokat, lehet látni egy másik falon, és még egy fal jutott a németországi tevékenységének, tehát a tényleges emigrációnak. Számos köztéri szobra készült, de igaziból Budapesten egy van, ami igazán ismert lehet mindenki számára. Ez a hátam mögött is látható Gellért-hegyi lovacskák szoborkompozíció. Ez igaziból a 60-as évek közepén, a Kádár korszakban, amikor ez a szobor készült, nem volt olyan egyértelmű, mint ahogy most gondolnánk, mert köztéri szobrokban kifejezetten elvárás volt a figurális mintázás, a figurális formanyelv. 1963-ban kapta Barta a megbízást, és akkor egy teljesen non-figuratív, organikus mászóka kompozíciót tervezett, de ezt a zsűri teljesen elutasította. És utána, amikor szembesült vele, hogy figurális gyermekjátszó szoborra van szükség, akkor tervezte meg ezt a három lovacskát, ami végül 1965-re készült el. Budapestiek számára talán kevésbé ismert ez a köztéri szobor, aminek a fotója a hátam mögött látható. A Káposztásmegyeri vízműveknek egy félig figurális szökőkutya 1962-ben készült, és tulajdonképpen ez is egy nagyon korai példája a magyarországi absztrakt köztéri szobroknak. Egy különösen szép műve Bartának egyébként, egy nagyon átírt madár, vagy akár csavarodó hal formának is nézhetjük, ahova készült. Ez egy próbacsaptelep a vízművek területén. Bartának Magyarországon a 60-as években sem volt lehetősége a művészi kiteljesedésre. Ezért 1965-ben Kölnbe költözött, ahol absztrakt forma elképzelései nagyméretű köztéri szobrokként öltöttek formát Németországban.
Bartha Lajos kis plasztikáinak többségéről elmondható, hogy benne rejlik a monumentalitás lehetősége. Ez azt jelenti, hogy már kicsiben is úgy képzelte el a szobrait, hogy felnagyíthatóak és térbeállíthatóak legyenek. Számos műve megvalósult így Németországban, többek között ez a mellettem látható Tavasz címet viselő plasztika is, ami Siegenben egy németországi kisvárosban most 8 méteres nagyságban látható. Bartha Lajos Kölnben halt meg 1986-ban. Hagyatéka végül az ő kívánsága szerint visszakerült Magyarországra. Bár művei itthon vannak, Bartha Lajos egy kevéssé ismert művész hazánkban, így a kiállítás elsődleges célja jobban megismertetni munkásságát a magyar közönséggel.